A nevem Vajtó László, arra vállalkoztam, hogy bemutassam nektek a legérdekesebb túrákat az országban és az országhatáron kívül. Utam során részt veszek az extrém kalandokban, felfedezek történelmi helyeket és megkóstolom a helyi ételeket is. Tartsatok velem! Hoffer Erik van itt mellettünk, aki a mai napon túravezető lesz, és hát neki indulunk mindjárt majd a kajak túrának. Erik, merre felé menjünk, mit fogunk ma látni? A bajai partról indulunk el, és bemegyünk a Gemenci ártérbe, a Vén-Dunán indulunk, és az egyik kis mellékágat fogjuk végigjárni egészen addig, amíg evezhető. Egy helyen valószínűleg át kell majd emelnünk a víz magasságának megfelelően. Egy nagyjából reggel 10-től délután 4-ig tartó túrát fogunk majd végigcsinálni. Mik azok a látnivalók, amiket látni fogunk, hiszen a képen, amiket kiraktatok, az, ami csodálatos volt, az élővilág, a vadvilág, egyebek, fogunk látni hasonlót? Igen, elsősorban a madárvilágot fogjuk tudni ebben az időjárásban, illetve ebben a vízállásban megtekinteni, illetve lesz néhány különleges védett növény is, amire majd felhívom itt a résztvevők figyelmét, és ilyenkor a magas vízállásnál ezek egészen jól megközelíthetők, még azok is, amik egyébként az erdőben élnének, úgyhogy reményeink szerint rétisast is, vagy fekete gólyát is fogunk tudni majd látni, illetve majd a védett virágok éppen virágzásban vannak, úgyhogy majd felhívom rá a figyelmet akkor, hogyha ott leszünk. Igazából Eriket követni fogjuk, hiszen szeretnénk mindent fölvenni és mindent megmutatni, úgyhogy tartsatok velünk, indul a vízitúra. Vízre szálltunk, nagyon állat, én fogok irányítani, vagyis hát próbálom majd irányítani a csónakot arra, mert a többiek mennek. 4 óra körül érünk majd vissza a túráról, 30 kilométert fogunk ma evezni. Hát kíváncsi vagyok, én megmondom őszintén, azért nagy lelkesedéssel várom a dolgot. Kis csónakunk egészen jól bírja, kaptuk a Decathlonból jó kis tribord csónak. Reméljük, hogy végig fogja bírni a dolgot, de majd a végén beszámolok róla egyébként, hogy pontosan milyen volt a csónakunk, az evezünk és mindenféle felszerelésünk. Hajrá, irány a folyó! Gemenc Európa egyik utolsó és egyben legnagyobb természetes ártéri területe, Magyarország legizgalmasabb és a legromantikusabb erdeje. Az ide látogató, mintha az időkerekét visszaforgatva a folyó szabályozások előtti vadregényes területre érkezne. Gemencen megszűnnek a mindennapok, eltűnik a város zaja, vendégeire lassan átragad a víz és az erdő békéje. Vadregényes helyeken evezhetünk csónakunkkal, hiszen hol a fák között, hol hidak alatt kelhetünk át, megtekintve a csodálatos élővilágot, kígyókat, békákat, vadkacsákat. Hihetetlen élményeket nyújt itt evezni és a csónakból nézelődni. Vannak szakaszok, ahol úgy érzem magam, mint annak idején Paul Hogan, aki Krokodil Dundee bőrébe bújt egy film erejéig. Tényleg olyan, mintha bármelyik pillanatban felénk húzhatna egy krokodil. Az érzés, hogy talán nem is Magyarországon vagyunk, hanem inkább egy dzsungelnél evezünk, felbecsülhetetlen. Thank you.
Duna mentén a Sió csatorna torkolatától a déli országhatárig húzódik a védett terület, itt található gemenc. A Dunának ezen a szakaszán az esése csökken, kanyarogva a magával hozott iszapból és homokból zátonyt épít. Állandóan változtatva medrét, a túlfejlett kanyarokat természetes úton átvágva, létrehozva a holtágat és a mélyebb területen a belső tavakat. A gemenci holtágak májusban fehérek, a fehér tündérrózsáktól vagy sárgák a tündérfátyoltól. A tölgykőr és szil ligeterdők a magas ártéren találhatóak. Különleges madárállománya a rétisas, kerecsensólyom, barnakánya, fekete harkály, jégmadár és a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is itt található. Kis szerencsével akár kanalas gémmel, vörös gémmel vagy halász sassal is találkozhatunk vizitúránk során. Hát sikeresen lemaradtunk. Mondhatnám, hogy mi lettünk az utolsók ebben a dologban, elég lájtosan menjünk. Egyrészt be filmezünk, másrészt meg nem igazán vágjuk még, hogy hogyan lehet normálisan nevezni, hogy haladjunk is. Viszont azért már jó sok kilométert leveztünk, kicsit fáradok. Viszont a hely az gyönyörű szép, hihetetlen helyeken jöttünk át, alagutaktól kezdve olyan részeken, ahol úgy kellett magunkat kiszednünk, vagy kievickélnünk a különböző farönkök közül. Amit a háttérben lehet hallani, a különböző madarakat is hallani, hiszen tájvédelmi területen vagyunk. Nagyon-nagyon szép, érdemes eljönni errefelé élvezni, annak is, aki amatőr, nem kell nagyon húzni, nem kell nagyon menni, egyszerűen csak ahogy az ember tudja magát húzni, vagy ahogy tud evezni, ahogy kellemes, és közben pedig figyelni a hangokra, ízekre, érdekességekre. Még egy valami, az ízekről eszembe kezdek éhes lenni, úgyhogy remélem, hogy nem sokára lesz itt valahol egy McDonald's Drive, mert amiben csónakkal is be lehet állni, bár kötve hiszem, úgyhogy meglátjuk, hogy mit sikerül szerezni ennivalót. Azt mondták, az út során lesz olyan állomáspont, ahol talán be tudunk szerezni némi kaját. No, menjünk tovább, bevezünk, ti meg tartsatok velünk. Ez igazi vizitúra egyébként, amikor elindulunk és közben meg kell állni és visszajönni és másik útvonalat keresni, mert annyira szűk már a patak és annyira sok törmelék van benne a fákból, egyszerűen nem lehet végig menni kajakkal, és új útvonalakat kell keresni arra, hogy evezni tudjunk. Hát én megmondom őszintén, eddig, ahová eljutottunk, ez hát nem tudom, hogy 20 km biztos volt, én elfáradtam az a helyzet, úgyhogy most lassan kezdünk majd visszacsorogni Bajára. Elképesztő jó volt, hihetetlen élmény. Én azt javaslom mindenkinek, hogy keresse fel a Magyar Kalandsport Túra Sport Egyesületet, mert hihetetlen helyekre viszik az embereket, és itt ezért evezni, azért ez egy külön-külön élmény volt nekünk is. Menjünk visszacsorgunk, azért visszafelé azért még van lesznek érdekességek, amiket szeretnénk megmutatni. Én alig várom, hogy találkozzunk a Beával, az Ízorgia mondjuk úgy gasztrobloggerével, és hogy főzzön nekünk valami finomat. Azt mondta, hogy olyan ételt fog nekünk készíteni, ami fogyókúrás, de hal is van benne, és Bajához is köze van. Hogy fogja összehozni, az majd nem sokára ki fog derülni. Menjünk evezni, utána főzünk, bemutatunk egy
csodálatos hotelt egyébként nektek. Baja talán legszebb hotelét, illetve hát fogunk még kisvonatozni, és egyébként egy kis természetvédelmi területen is fogunk majd sétálgatni, mászkálgatni, ezt is meg fogjuk nézni, Pörbölyre fogunk menni. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No, hanging out in the clubs with your fake ass crew. So standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to, got to, got to. Megérkeztünk, végeztünk, kőkemény volt, nem mondhatom, hogy nincs víz a csónakba, mindenem tiszta víz, elfáradtam, már az se érdekel a vizes, a lényeg az, hogy nem sokára a szállodában vagyok, lefürdök és utána pihenek egyet. Egyébként nagyon jó volt, jól éreztem magam, rég fáradtam el ilyen kellemesen, és egy csomó kacsát, békát, mindenfélét le tudtunk filmezni, nagy öröm ez számomra, de most menjünk pihenni. Shadow of death, I take a look in my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Oh, you-
Mindig elmondom egyébként, hogy a túrázó legjobb barátja a cepteredény, de ez hibás ez a dolog, mert azt kell mondanom, az éhes túrázó legjobb barátja a cepteredény. A Varbón meg tudtunk oldani 20 perc alatt egy nagyon finom vadas pörköltet, ma pedig azért Bajára érkeztünk, tudom, van egy pár száz kilométer a kettő között, és közben pedig azért egy gasztro bloggerre is leeltünk Baján, és aki elhozott minket egy olyan helyszínre, amit a háttérben én nagyon szívesen mutatok a kedves nézőknek, hiszen csodálatos szép, én azt hittem ez a Duna, de nem az. A zizorgia.blogon található meg az én blogom. Várja, ízorgia? Igen. Viszont ma Baján, te azt mondtad, egy igazi bajai ételt fogsz elkészíteni, méghozzá olyat, amivel akár fogyókúrázni is lehet? Igen, pontosan. Hát úgy gondoltam, hogy Baja ugye méltán híres a bajai halászléről, de hát nem halászlét szeretnék természetesen csinálni, de ha már itt a víz mellett vagyunk, akkor maradjunk a halnál. Ezért gondoltam, hogy csinálok egy zappa és rizslisztes palacsintatésztát, amit harsás ragúval fogok megtölteni, ami úgymond diétás. Jó, harcsás ragú az első, lássuk. Na, ez itt pedig az, amit mondtál az előbb, igaz? Milyen jó, ez házi? Nagymamát köpültem még szerintem, nem? Vagy valahogy innen sikerült összehozni? Jaj, te szoktál befőzni is, aha. Mostanában egyébként egyre jobban kedvem van megenni ezeket a gombákat, hiszen a legfinomabb gombás ételeket sikerül elkészíteni. De melegítsünk és essünk neki a dolgoknak, hiszen ott van még a halhúsink, van még kukoricánk is, és hát természetesen miért ne hoznánk Bajára borsodi vizet, mintha itt nem lenne, de az a lényeg ebben, hogy azt fogjuk használni majd a palacsinta alapnak, úgyhogy jó kis borsodi vízzel fogjuk elkészíteni, csak azért, hogy a bajai ételbe, illetve az Ízvilág nevű gasztroblogba egy kicsit bekerüljön a borsodi vízünk is, egy kis olívaolajat is úgy látom, hogy sikerült már most oda tenni. Jó. És akkor így most párolunk, rá tudjuk majd tenni a tetejét, igaz? Jó, ha pároljunk. Kikeverem a palacsintatésztát, ami abban különleges, hogy egy zöld fűszeres palacsintatészta, ugye, amit mondtam az elején, hogy én a rizst és a zapelyhet egyben leszoktam darálni, szóval nem vásárolok készen rizslisztet például, hanem egy daráló segítségével összedarálom a száraz rizst, amit 30-70% alányban, szóval 70% a zapelyhely, 30% a rizs benne. Amit most elhoztál, akkor ezt te daráltad, ezt itt, igaz? Tehát ez a saját készítésű rizsliszt. Jó, hogy állunk egyébként? Nézzük meg egyébként, hogy hogy néz ki a dolog. De ez jól néz ki. Le szeretném róla forralni majd. Készen vagyunk ezzel? Én is kevergetem egy kicsit, amúgy tök jó amúgy. Jól van, Petra zselyem következik. Nézzük, nézzük, én is kíváncsi vagyok rá. Mindenféleképpen kell párolnunk. Mert ugye még a gomba se puhult meg benne, illetve még van rajta folyadékunk. Jó, van rajta még folyadék, úgyhogy azt le kell párolni teljesen róla a folyadékot. Aha. Várjál, van egy trükköm ehhez a dologhoz egyébként, képzeld el, az edények, azért szeretem őket nagyon, mert nem csak, hogy hamar elkészítik az ételt, de roppant praktikusak tudnak lenni, és így ide teszem egy oldalra, és így tök jól néz ki szerintem ezt amúgy. Na! Kíváncsi vagyok már most rá. És egyébként nem csak én vagyok rá kíváncsi, mert itt látnák az emberek a stábot itt mellett közben amúgy. Tényleg olyan egyébként, mint a krumpli lángosnak az alapanyaga lassan. És palacsinta tésztáról beszélünk. Van még rajta a víz? Nagyon minimális víz van már csak rajta. Jó, itt felpöndörödött nekünk a palacsintatésztánk, de jól néz ki, és tényleg felpöndörödött amúgy. Hihetetlen, nem hittem egyébként, hogy ez sikerülni fog. Jó. Jó, igen, mehet a hal, persze, hogy tegyük bele most már, mert itt ficánk van nekünk most már benne az edénybe, aztán lassan-lassan tegyük bele a halat is. Tehát lepároljuk a vizet a harcsáról, teljesen folyadékmentes lesz minden. Én olyan jó vagyok, hogy ez a
elképesztő. Úgy, jó. Hát várjál már. Lehet, hogy baján tudnak főzni, és amúgy egészen jókat. Hihetetlen, no. Fokhagyma kerül bele, jó. Nagyon szeretem a fokhagymát, és szerintem mindenhez, amihez illik, úgymond, ahhoz használom is. Randihoz a legjobb egyébként, fokhagymát. Akkor semmi víz, csak a paradicsom lé kerül rá. Jó, egy pici paradicsom lé oda került, jó. Átkeverjük, hogy mennyire szeretnénk szaftosan. Mennyi idő körülbelül még elkészül? Pár percet várunk, hogy besűrűsödjön teljesen, a maradék víz is leforjon, összekeverjük még morzsolt kukoricával, és utána betöltjük a palacsintát. Igen. Na hát, erre már most kíváncsi vagyok. Jöhet egy kis kukorica, csak hogy ne kukoricázzunk ma. Teljesen jó. Az az igazság be, hogy mire megfőzted ezt az ételt, eláld az eső. Eddig szinte produkciós érték volt, hogy az esőben főzhetünk, hiszen a fejünk fölött egyébként tető van, és hát itt a sugovica a hátunk mögött, és amikor esett az eső, az egy különleges képet ad azért az embernek, és a főzés közben azért eláld az eső. Azt is mondhatnám, hogy kezd kisütni a nap, hiszen onnan már talán látható is. Reméljük, hogy tudunk még egyébként túrázni tovább, hiszen menjünk még azért sok felé itt Baján. Fogunk még kisvonatozni, meg különböző tájegységeket megnézni, egyebeket, és remélem az eső ezt nem fogja majd elmosni, viszont annyira jót főztél, hogy az eső is inkább téged figyelt, mint hogy ő is essen. Lássuk egyébként a tálalást. Na, az enyém én tésztámban, amit én csináltam, így nem töltött bele, az biztos. Hát, én azért hozom a dolgokat. Csak hogy ne legyen olyan száraz. Őrölt borst. El sem hinném egyébként, hogy ez fogyókúrás étel, hiszen annyira tartalmas és gazdag. Az ember azt hinné, hogy ha fogyókúrázik, akkor mindent meg kell vonnia magától, de ez nem így van. Úgy látom, azért nagyon finom ételeket lehet úgy is enni. Tökéletes. A legérdekesebb része jön a dolognak, ezt a különböző ilyen gasztroműsorokban mindig inkább leütetek valakit és kóstoltatok, hogy hát ha ő megette, túlélte, akkor majd én is megkóstolom, de itt azért ilyentől nem kell férnünk, hiszen a Bea nagyon finomat főzött nekünk, végignéztük, miket csinált és mit rakott bele. Én ajánlom a kedves nézőknek, hogyha odafigyeltek arra, hogy a Bea pontosan mit is rakott bele és hogyan rakta bele, érdemes elkészíteni, de ha nem, akkor az izorgia.hu-n egyébként megtalálható akár recept, nem csak ez a recept, hanem több más is, fogyókúrázók előnyben. Én kóstolok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, az én gyomrom már korog, és hát az igazság, hogy most fogyok, kúrázunk, és eszünk, és sportolunk, és teljesen jó érzés. Egyébként finom. Az az igazság, hogy ez a palacsinta tészta, ez elképesztő jó lett. Nagyon finom. Tényleg nagyon jó. Tényleg. Finom. Duna Wellness szállóba vagyunk, ami azért is érdekes, mert családi vállalkozás, már egy gyönyörű szép szállodáról beszélhetünk. Halmosi Judit a vendégünk, igazából azt mondom, hogy vendégünk, bár én vagyok az ő vendége, hiszen a hotelben mi maradtunk itt egy éjszakára. Ez egy nagyon szép hotel, illetve családi vállalkozás. Kicsit mesélj róla nekem, mikor a hotel, illetve hogyan került a családotok mondjuk úgy birtokába, illetve pontosan mit tud a hotel, milyen funkciói vannak, hiszen mi barangolunk és meglepetésből meglepetésből működünk. A hotel tulajdonképpen 1860-ban épült, 157 éves. A családunk tulajdonában április 1-én volt 20 éve, hogy került a hotel. Pont április 1-én. Pont április 1-én, igen. Ez nem tréfa, igaz? Hát akkor annak tűnt, most már nem annyira, 20 év alatt azért belezökkentünk itt az üzemeltetésben. Hát ez tulajdonképpen úgy történt, hogy édesapám és édesanyám gépészmérnök, mind a ketten ezt a szakmát űzték hosszú évekig. Az majdnem olyan, mint a hotel szakma. Majdnem, igen.
És aztán 20 évvel ezelőtt volt egy lehetőség, édesapám hazajött és feldobta, hogy mi lenne, vennénk egy szállodát, mert eladó. És akkor így senki nem vette komolyan, mondtuk, hogy jó, csinálj, amit akarsz. És aztán elment a licitre, és megvette a szállodát. Jó, ott járunk, hogy 20 évvel ezelőtt édesapád elment egy licitre, és ő gondolt, hogy ezt megvásárolja, ezt a hotelt. Akkor ugye egy lerobbant épületet vett át, amíg le volt lakva. Ma viszont egy csodálatos épületbe jöhetünk be, ahol wellness van. Én külső medencéről is hallottam, hogy az is van. Forgatható falak, amiben a tévét tudom mozgatni egyéb. Mi az, amit rejt egyébként ez a hotel, és mi az, amit már ti csináltatok benne? Hát az épület maga az adott volt, és minden más nincs. Volt olyan, amit nagyon, hogy megmaradt a régiből? Nem maradt semmi. Semmi, csak a falat. A falat, igen. Hát nem volt mit megtartani, mert semmi nem volt olyan állapotban, amit érdemes lett volna meghagyni. A mostani állapotot azt 2 évvel ezelőtt fejeztük be. Először nyertünk 2012-ben egy keukos pályázatot, amiből meg tudtuk csinálni a nyílászárók cseréjét. Ugye ez egy nagyon öreg épület, tehát itt nagyon időszerű volt a nyílászáró csere, illetve a fűtéskorszerűsítés, és egy kis alternatív energia is került fel a tetőkre, napkollektorok, úgyhogy a használati meleg víz arról megy. És utána való évben pedig nyertünk egy szálláshelyfejlesztést az utolsó pályázatok egyikéből, és abból viszont sikerült egy 4 csillagos szintű szállodát varázsolnunk. Ugye az étterem, a közösségi terek, a wellness bővítése történt meg ebben az időben, illetve 41 szobából most 23 jelenleg 4 csillagos szintű, és 18 maradt 3 csillagos. Az már nem fért bele ebbe a projektbe sajnos. Úgyhogy ez még előttünk. Röpködnek a csillagok. Az a helyzet, hogy ebben a szép családi hotelben, ami 157 éves, most első alkalommal, de mi is megpihenhetünk, ugyanis ilyen hosszú túrán érdemes egyet pihenni. A pihenés pedig tökéletes és 100%-os lehet, hiszen tényleg nekem a forgatható fal tetszik a legjobb, hogy bárhol tudok tévézni. És hát holnap pedig indulunk tovább Pörbölyre, ahol majd kisvonatozni fogunk, és a tájvédelmi területet, nemzetvédelmi területet fogjuk majd megnézni. Hosszú túra, viszont nem sokára végzünk vele, még van egy napunk, aztán irány haza, és hát nem sokára pedig már ugye láthattok minket a televízióban. Pörbölynél vagyunk egyébként a kisvonatnál, és közben pedig Csontos Péterrel beszélgetünk, aki elmondja nekünk, miket fogunk majd látni, illetve pár érdekességet a kisvonatról. Pontosan mióta van kisvonat? Én hallottam gőzös mozdonyról is, illetve merre felé megy, mit kell tudni a parkról? Hát pontosan először 103 éve tettek le sineket a Gemenci erdőbe. Az a hozzánk képest a túloldalán, az északi oldalán volt az erdőnek, ott akkor lóvasutat alapítottak, tehát lóvontatású kocsik mentek azért, hogy az erdőből ki tudják hordani a fát. És ugye ezeknek az erdei kisvasutaknak, ahogy mindenhol az országban, itt Gemencben is az elsődleges rendeltetése az volt, hogy a faanyagot ki lehessen szállítani az erdőből. Ez egy ártéren, mint amilyen a Gemenci is, különösen fontos, hiszen vannak olyan helyzetek, árvizek, járhatatlan utak, amikor nem lehet, amikor csak erdei vasúttal lehet kiszállítani a már kitermelt faanyagot az erdőből, vagy egyáltalán bejutni az erdőbe. A 60-as években kezdődött az a tendencia, hogy személyszállítással is elkezdtek ezek az erdei vasutak foglalkozni. Itt a Gemencben is volt egy nagy fellendülése a 70-es években az erdei vasutnak, amikor elég sok turista járkált, főleg a Szekszárdhoz közeli szakaszon, Kesejűs és a Gemenc-Dunapart között, illetve később Bárányfok és Kesejűs között, ott azon a néhány kilométeren nagyon sok turista, hiszen akkor voltak ezek a szervezett utak, amikor szocialista brigádok és szovjet testvérvárosoknak a delegációi jöttek Szekszárd, és akkor mindig a kisvasút volt. Olyan nagy létszámot még sose tudtunk elérni azóta, mint ami akkor volt ezen a szakaszon. Jó, meg voltak szervezve ezek a szocialista brigádok. Akkor volt egyébként valami híresség a kisvonaton annak idején?
Akkor a leginkább önmagában a kis vasút, meg ez volt tulajdonképpen az egyetlen lehetőség arra, hogy a Gemencei erdőbe bejussunk. Ugye a Gemencei erdőnek van egy természetes okokból adódó zártsága is, hiszen a Duna határolja az egyik oldalon a zárt teret, a másik oldalon a mesterséges rész, az pedig ez a zárvízvédelmi töltés, aminek tulajdonképpen a létét is köszönheti ez a Gemencei háttér, és ez egy kicsit szerencsés is abból a szempontból, hogy itt nincsenek utak benn, nincsen járműforgalom benn, a turista forgalom így most már évtizedek óta vagy gyalog, kerékpárral, illetve az erdei vasúttal történik, és 2000 után kezdődött egy újabb fellendülése itt a pörbői szakasznak. 2007-ben alakítottuk úgy át ezt a régi erdészeti telephelyet, hogy itt egy rendes, normális fogadóépülete legyen a turistaforgalomnak, és innen erdeiskola van, itt Pörbölyön kiállítás van, Pörbölyön előadóterem van, tehát nagyon sok minden olyan fejlesztés történt akkor, ami megalapozta azt, hogy most ez a Gemencei erdőnek a déli kapuja, ez a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ, és innen kezdtük el utána a megállókat is úgy fejleszteni, hogy mindenhol legyen valami látványosság, mindenhol legyen egy kis attrakció, amire érdemes oda menni, és így a sokféle lehetőségből azért bízunk abban, hogy össze lehet rakni egy olyan programot, ami a sokféle érdeklődésű látogatónk mindegyikének valamilyen módon megfelel. Hát akkor a turisztika abszolút szereti, tehát járnak erre felé, és szeretnek erre felé kisvonatozni, nézelődni az erdőbe, sétálni? Hát igen, hogyha végignézzük a statisztikákat, a Gemencei erdei vasút az 5. leglátogatottabb erdei vasút Magyarországon. Ugye nyilván az északon a Lilafüred, a Szilvásvárad, ahol azok a vasutak, amik a legnépesebb forgalmúak, de most, ahogy elnézzük, a Gemencei erdei vasútnak sincs miért bánkódnia. Mivel egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen kirándulós, természetjárós programok iránt, családok szívesen jönnek ide, most már nem szocialista brigádok, hanem egyéb társaságok, baráti társaságok, céges kirándulások szerveződnek a Gemencei erdőben, illetve van az az oldal a méhészeti kiállításunk révén, hogy egyre több méhész jár az erdőben, egyre több méhész ismeri meg a Gemencei erdőt, hiszen a Bajai Méhész Egyesület létrehozott egy olyan kiállítást, aminek most már országos híre van. Hogyha nagyon elolvasgatjuk a méhész szaksajtót, akkor nemzetközi híre van most már ennek a nagyrészéti kiállításunknak. De ugyanígy érdekes lehet utána Lassiban a halászati kiállításunk. A Lassi megállónk az egy erdészházunk, volt erdészházunknak a környezetében épült ki játszótérrel, de akár egy nagyobb társaság le tud ülni ott is ebédelni. Ott ér véget a Molnárka tanösvényünk, amelyik a következő erdei vasúti megállóból indult tulajdonképpen, és itt a Lassiban ér véget. És ezek az egymáshoz közel távolabb levő vasúti megállók, az őket összekötő kék túraútvonal, a töltés, amin kerékpáros kirándulásokat lehet tenni, a nagyrezéti Dunaág, amin a vízitúrákat meg lehet csinálni. Ez így együttesen mind valahogy az erdei vasút köré szerveződik, de mindegyik külön-külön is egy érdekes program lehet sok mindenkinek. Jó, köszönjük szépen, induljunk el. Azért jó volt hallani, hogy a Lilafüred és Szilvásváradi kisvasút milyen kihasználtsága működik. Nemrégiben forgattunk egyébként Szilvásváradon, illetve hát nekünk Lilafüredről a Miskolc az nagyon-nagyon közel van. Menjünk tovább, akkor induljunk el.
egészen hosszú túrán vagyunk túl, ugyanis vízre keltünk, azért a Sugovicán főztünk Baján, és hát közben pedig azért a Gemenci erdőben kisvonatoztunk. A Gemenc kicsei, illetve itt Pörbőnél egy kiállítást nézünk meg. Nekünk a legismertebb mindig a Kalocsa és a Matyó, hímzés és népművészet. Itt pedig a Sárközit is megtalálhatjuk, ami a kiállításban szerepel. Lehet látni az apró rózsákat, hiszen a vörös rózsa az, ami a sárközi népművészetet leginkább jellemzi, mind a bútorfestésben, a tojásfestésben, valamint hát a ruházatban is. Leginkább sötétkék alapon használják, de alapjában véve lehet ezt fekete alapon is használni, vagy esetleg piros, vagy bármilyen más alapon. A lényeg a piros rózsák, hogy az legyen rajta, hiszen a piros rózsák hímzése az, ami látványos ebben a népművészetben. Hosszú két napon vagyunk túl, az a helyzet. A szállás elképesztően jó volt, hiszen itt a Tuna Wellness szálló szinte minden igényünket kielégítette, még lagzi is volt egyébként, úgyhogy bepillantottunk egy vőfély mindennapjaibe és a lagziba. Elfáradtam a túrázásban, fáj a vállam, jó sokat eveztünk, megyünk haza pihenni, de megnézzük még a múzeumot, és a mi szemünkön keresztül ti is megtekinthetitek. Két hét múlva tartsatok velünk, sziasztok!